Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Először is megköszönném a jó kívánságokat, és van egy jó hír, most már jobban érzem magamat, a szemem még nem olyan tökéletes, de azért javul a helyzet. És még egyszer köszönök szépen mindent, a jó tanácsokat is. És most felteszem a kérdést. A három kérdőjeles jóslás április 27-én. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei, ezt most megtekintjük ennél a kivetésnél. Ő most előre tekint egy új irányba. Kezébe veszi a dolgokat, mint ahogy látható, hogy ott van a bal kezében ez a bot, ami a tűz elemére utal, tehát ő tevékeny lesz. De mielőtt még lépéseket tesz, mielőtt még aktív lesz ebben az irányban, úgy figyeli az eseményeket. A kettes szám arra utal, hogy ő veled együtt tervez valamit. A második bot ott jobb oldalon rád utal, de azt még nem érinti meg, tehát várakozik. A kettes szám nem csak erre a párkapcsolatra utal, hanem ezek lehetnek szerződések is. Én úgy mondanám, mindkettő megvalósul. Ehhez neki még időre van szüksége, de vannak tervei. A második kártya mutatja az ő érzelmeit, és mi most betekintünk az ő érzelmi világába. Ezen a képen látható egy fiatal férfi. Ez utalhat arra, hogy ő most olyan fiatalosnak érzi magát. Amit még ez a kártya szimbolizál, az a levegő eleme, a könnyűség, az is, hogy átteszi magát a félelmeken, erre utal ez a kard, elvágja a félelmeket, és amit ez a kártya még jelent, ezek a fontos döntések és a kommunikáció. De ez a fiatal férfi, így a képen látható is, még nem ismeri ki magát. Tehát itt figyeli az eseményeket, aztán, ha biztos a dolgában, akkor hozza ezeket a döntéseket, és keresi a kapcsolatot, a beszélgetést veled, másokkal is, hogy rendezze a dolgait. Itt vannak még félelmek, de már lassan átteszi ezen magát, hiszen a kard erre utal. A harmadik kérdés pedig az lenne, hogy milyen lépéseket tesz irányodba. Ezen a képen a kelyhek láthatóak, ami érzelmekre utal, tehát érzelmekkel közeledik hozzád. Lehet, hogy olyan bátortalan, és nem meri ezt olyan nyíltan kimondani, és emiatt te elbizonytalanodsz. Az is előfordulhat, hogy ő fél attól, hogyha kimutatja az érzelmeit, te elfordulsz tőle. Holott a négyes szám arra mutat, hogy te is keresed a biztonság érzetét, és ő is. Számotokra fontos egy biztos párkapcsolat. De oda kellene figyelni arra az egy kehelyre ott felül, mert ez utal az ő nyitottságára. És a következő kártya utal a napi témára. Ugyanúgy, mint a négyes szám, ami a biztonság érzésére utal. Ezt jelenti a napi kártya is, ez a horgony. Amikor úgy érzitek, elérkeztetek valahova, ahol le tudtok horgonyozni, le tudtok gyökerezni, és ez adja ezt a biztonság érzetét,
a párkapcsolat területén is. Amit a horgony még mutat, az a munkahely és az anyagi biztonság. Tehát ez is egy fontos téma, hogy ott is lehorgonyozzatok, és legyen egy biztos munkahely. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom. Kívánok neked minden jót, egy szép napot, sok szeretettel, Dendera!